Kicsit nyögve ellenjelősen, de itt van. A történelem szimulátor 2013. 8 év után már Epic-en is. Méghozzá ingyenesen. Magyar nyelven fogom csapatni. Hát nem egy mai játékról van szó, skacok. Az a helyzet. Meg is lepett egyébként, hogy a Paradoxnak az egyik játékát vágja most hozzánk az Epic. Érdekes döntés, kíváncsi vagyok, hogy mit fognak majd szólni így 2021-ben az emberek ez a játékhoz. Korábban egyébként még én se játszottam ezzel, úgyhogy ez lesz az első élmény. Ez lesz az első élmény. 15. század beli térképet láthatunk itt Európáról, és hát 250 nemzettel lehet játszani alsó hangon. Az elég komoly. A magyarok ebben az időben, mert a játék az 1444-től indul, a Várnai csatától, szóval ebben az időben a magyarok annyira nem fényeskedtek. Azt hiszem Ulászló, meg hát a fene se tudja, mindjárt mondom, hogy kik voltak ekkor a trónon. Igen, Ulászló, első Ulászló meghalt a csatamezőn, és az ötödik László pedig még csecsemő volt. De lesz Mátyás király, lesz, mit tudom én, Hunyadi is. Gyakorlatilag mi fogjuk formálni a történelmet. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan és mind fog kinézni. Nagyon kíváncsi vagyok. Igen, kora reggeli, töri óra. Szia, Danna. Fityma fészek, neked is szép jó reggelt, üdv mindenkinek. Nézzük ezt az oktató módot. Persze, alap oktatás, alap irányítás, alap játékmenet. Hát, olyan ez a UI, mint hogyha így felnagyították volna. Amúgy használtam ilyen UI scalinget, lehet, hogy az a gond. A beállításokban egyébként, hogyha érdekel titeket, ennyi minden van. Igen, automata mentés, ezt itt beállítottam, hogy 120 legyen. Úgy néz ki, hogy ezt nem fogja tudni megjegyezni, semmi gond. Ez a GUI méretezést, ezt nyomtam 1-4-re, mert hát olyan volt, mintha valami 8K-s monitorról játszottam volna a játékot. Valószínűleg nem 1440p-re tervezték. Úgyhogy hát azon a felbontáson annyira nem jó, de talán ezzel a UI scalinggel jó lesz. Hát ezek a beállítások. Azt csókolom. Mehet, alapirányítás. Megtanuljuk a kamera irányítást és a játék sebességet. Hú. FPS-t azt kár is nézni, mert van, és semmi nincs úgymond kihajtva. Felfedezések kora. Nagyon lelkes a zene, úgyhogy egy kicsit lejjebb veszem, srácok, hogyha nem bánjátok. Szevasz, Prefektor. Bármikor minimalizálhatod ezt a felületet a kicsinyítés gombbal. Ja, igen. Magyar. Magyar nyelv nincs alapból a játékban, de van egy csapat, akik hát elég lelkesen foglalkoznak a játéknak a magyarításával. És hát jönnek a patch-ek is a játékhoz. Durva egyébként, hogy 2013 óta kint van a játék, és azóta jönnek hozzá folyamatosan patch-ek, és tényleg van egy lelkes csapat, aki a magyarításával foglalkozik ennek.
ami nem hivatalos természetesen. Igen. Bármikor szüneteltethetjük az időt a szóközzel, meg ott az időkezelő. Lehet időt gyorsítani, lassítani. Indítsd el a játékot és várj január 1-ig. Ez a feladatunk. És most nem látjátok, úgyhogy átvonulok másik sarokba. Így talán egy kicsit jobb lesz a dolog. Nektek is és nekem is. Ezer... 1444. december 8-a van, és január 1-ig kell menni. Plusz, minusz. Aha. Ó, ez kicsit sok is volt. Na, mi történt most? Mikor szünetelteted a... Igen, akkor is tovább játszhatsz, utasításokat adhatsz ki, és áttekinteted az adott helyzetet. Békeidőben érdemes lehet felgyorsítani az időt, míg háború idején érdemes lassítani, vagy megállítani, hogy nagyobb figyelmet fordítasz a konfliktusra. Így van. Tehát, ha mi formáljuk a történelmet, Hydra Boss, mindenkit szét... Sárba tiprunk. Mindenkit. Ez a terv. Bár, hogy... lehetünk-e magyarok? Azt még nem tudom. Valószínűleg itt a tutoriálban még nem. Eléggé azt mutatja a játék, hogy mi vagyunk itt az angliaiak. Igen. Tehát, hogy békeidőbe gyorsítás, háború idején lassítás, ezt mondja nekünk a játék. Kamera mozgatás nyilakkal vagy egérrel. Egérrel hogy kell? Görgő. Értem. Na menj már. Tehát, ezek szerint nem csak Európa van a térképen, de valószínűleg csak Európa van a térképen. Ismeretlen föld. De Afrika például rajta van. Moszkva, Novgorod, Svédország. Majd lehet rendes kampányba gyarmatosítani Amerikát. Na, ez volt a kérdésem, hogy vajon el lehet menni Amerikába? Lehet, hogy ott van Magyarország. Fehér. Termőföldek. Ott van Pest is. Pozsony, Magyarország. Torontál. Wow. Hát igen, ez egy kicsit nagyobb Magyarország, mint a megszokott. Jó, tehát akkor megismertük itt a kamerakezelést. Temes. Ó. Torda. Máramaros. A menő lehet amúgy ez a hely. Ott van Kazasztán is, barátot meg kell szerezni. Jaj. Jó reggelt, ott ülök a szegedi buszon, a rázum, az látsz is. Azt majd a repülő szimulátorban. Ja, ott írja egyébként, hogy Anglia. Na, milyen feladat van még itt? Ez az 5. feladat a 8-ból így a tutoriánál. Ez ilyen repülőjárat lehet? Tudom, majdnem. Gyakran kell változtatnod a nagyítás mértékét, hogy átláthatóbb legyen a világ, és az, hogy mi történik más részein. Aha. Értem. Hát ezt csináltam én a görgővel. Lássuk, mennyire érted a kamera használatot, próbálj megkeresni egy bizonyos tartományt a kamera mozgatásával, kicsinyítésével vagy nagyításával. Aberdeent kell megkeresnünk. Ott van.
Ott van, Skócia. Dombság és a normál tél. Ez normál tél. Ja, értem, mert hogy most tél van, és hogy valahol... Nagyon rossz a tél? Vagy mi van? Enyhe tél. Megyékre lebontva. Enyhe tél. Jó, nézzünk el ide. Kemény tél. Na ezt már szeretem. Az Onyegánnál kemény tél van. Jó. Jó, és itt Egyiptomnál, a Mamelukoknál, mit mond? Milyen tél van? Semmilyen. Hát igen. Oké. Okay. Ha. Bizánc. Náluk sincs tél. Haha. Jó, csak nálunk van tél. Mi? Igen, tehát menjünk el ide. Kövesd a nyilat, és kattints rá bal egér gombbal a folytatáshoz. Nagyon jók vagyunk. Megtanultad a kamera irányítását, a következő fejezetben a hadsereg és a flotta irányításáról tanulhatsz. Mehet. Ajaj, ahogy már kezdődik is, értem. Lászlók vették át a hatalmat, Peel tartomány felett le kell győznöd őket, válasz ki a London tartományba állomásozó sereget úgy, hogy rákattintasz, hogy a bal egér gombot nyomva tartva, a kijelölő dobozt... igen. Királyi sereg. Jó. Tartományi ezred. Támadó morál. Támadó roham. Támadó tűz, védekező tűz. A fenntartása a királyi seregnek... Nem látom pontosan, hogy, hol van, de itt rengeteg egység van benne, és egy lovas regiment az 0,55 dukát. Az lesz az? Ott van. Nem, az a zsákmányolás. 2,6-ot lehet zsákmányolni. Aha. A gyalogosok 0,1 dukátot tudnak zsákmányolni, a lovasok pedig 0,3-at. Ötös erőcint ma mostromalató. Úristen, ez nagyon sok információ így elsőnek. Csináljuk inkább a tutoriált. Tehát küld el a hadsereget a Gwynedd tartományba. Gondolom el kell indítani. Megy. Január 1-én indítottuk el a hadseregünket. Aha. És február közepére odaérnek. Hát igen. Igen, eltelt másfél hónap, mire odaért a sereg. El kell szállítani Peel tartományba. Mit akarsz? Ja, látom, itt vannak. Angol parasztok. Nincs parancsnokuk. Igen, ez a Peel tartomány. Tehát ide jöttünk, Gwynedbe, és Peelbe fogunk menni. Minden szállító hajó csak egy ezredet tud szállítani. Igen, ki kell választani a hadsereget, és a csatolás a szállításhoz. Tehát nyomunk egy A gombot. A. Akkor klikkelni kell. Kétszer kresett a FIFA, másodjára rám szólt, hogy frissítetném a drive-et. Na, jó FIFA-zás itt. Pocó. Igen, ahhoz, hogy az Ír-tengeren átszállítsd a csapatokat, ki kell választani a flottát, igen. Ja, telik az idő, leállítjuk. Már április van, hát pedig a parasztok, az angliai parasztok nem csak Peel tartományát fogják elfoglalni. Amúgy ott van, diplomaták
Albert, Herbert, Joseph, Frobisher és William Cromwell. Pillanat, próbálom megérteni, hogy hogyan kéne átszállítani. Így? Nem. Oda klikkelünk, ott a nyíl. A flotta felé kell húzni őket. Nem tudom, megmondom őszintén. A flottát kell először kiválasztani. Ah! Megvan. Megvan. A flotta mozgatásához kattints a jobb gombbal az Ír-tenger nevű tengeri tartományra. Jó, leállítjuk közben az időt. A sereget ki kell választani. Igen, 16 ezred van jelenleg a hajón. Oké. Okay. Akkor ők most mennek. Ott vannak. Az a helyzet, nyertünk. Nyertünk. Januárban tört ki a lázadás. Másfél hónap volt, mire eljutottunk a tengerig. És hát kellett pár hónap, hogy eljussunk ebbe a Pél nevezetű tartományba. Legyőztük a lázadókat, de a város még a lázadók irányítás alatt áll. Oké. Okay. El fog tartani egy kis ideig, amíg a védők megadják magukat. Oké. Okay. Tehát akkor... Akkor jó helyen vagyok most itt? Igen, igen, ott töltődött a bástya mellett a zöldségünk. Láttam, ott volt. Legyőzted a lázadókat és visszafoglaltad Pélt. Na, hát ezzel úgy néz ki, hogy a második fejezete is a tutoriának meglett. Gyártás alapok. Ebben a fejezetben megtanuljuk az ezredek toborzását, a hajók építését és az épületek építését. Na végre. Rá kell klikkelni Londonra. Minden tartomány más és más. Különböző gazdasági vagy hadászati értékük van. Alapadó, kereskedelmi hatalom. Termelt kereskedelmi áru. Igen. A tartományokban folyik minden egység toborzása, ezredeket képezhetsz ki, hajókat építhetsz és zsoldosokat fogadhatsz fel. Három típusú ezred van jelenleg, gyalogság, lovasság és tüzérség. Minden ezred 1000 katonával bír. Wow! És itt azt mutatja nekünk a kamera alatt, egyszerűen nem tudom hova tenni jól a kamerát, hogy ne takarja ki semmit a játékból. Toborzunk egy ezredet. Hát igen, így elég durvának tűnik a játék elsőre. Rengeteg szám, rengeteg gomb, rengeteg jelzés. De talán a tutoriál egy kicsit leegyszerűsíti nekünk a helyzetet. Bízom bennem. A toborzó ablakból látni fogunk egy listát minden toborozható egységről. Egy ezred toborzása 1000 tartalékosba, valamint dukátokba fog kerülni. A tartalékos fontos erőforrás, ami idővel újra töltődik, elegendő tartalékos hiányában nem képezhetsz új egységeket, és a meglévő feltöltése se lehetséges. Aha. Tehát akkor nem gyárthatunk végtelen számú katonát, csak ha vannak tartalékosok. Toborozz bármilyen ezredet Londonba a folytatáshoz. Aha. Ja, valószínűleg oda kell klikkelni.
könnyű lovasok. Itt vannak a könnyű lovasok. Ők pedig a... a gyalogság, aha. ...38 nap a lovasok kitanítása, a gyalogságnak meg 25. Hát akkor lovasság mehet. Ott jelzi egyébként ott, hogy ők éppen készülnek. Azt nem látom, ott van 28 ezer tartalékosunk van. Havonta 250-et kapunk. Ha teljesen feltöltsd a seregeidet, 2199 emberre van szükség. És 700 embert kapnak a seregek ebbe a hónapba. Lehet elsőre nem fogunk mindent meghódítani. Flotta építés. Vissza gombra a tartomány nézethez. Kattints a vissza gombra. Aha. Jó, meg lesz, srácok, meg lesz. Ott van a hajó építése gomb. Na és van ilyen... karak, bárka, gálya, halászbárka. Hát egyértelműen a korai karakot szeretnék. Nehéz hajó, legerősebb hadihajó és a legdrágább. Legtöbb ágyú, legnagyobb hajótest. Nem tudtam, Xoxior, hogy az Essex az espanyol szexből jött. Építs bármilyen épületet Londonba. Itt vannak a helyek. Bármit lehet építeni. Piactér, kereskedelmi raktár, tűzsde. Ezek a fejlesztések, tehát hogy nem lehet egyszerre piacunk és kereskedelmi raktárunk. Kormányzat, bíróság, városháza, egyetem. Itt vannak, hogy milyen épületeink lehetnek pontosan. Ilyen kereskedelmi, kormányzati, termelési, flottás, hadsereges, adózásos, amvalami kóstál. Ilyen tüzérség, ha jól látom. Manufaktúra, ebből, ahogy már látom, lehet több is akár. Védelem kastély. Jelenleg kastélyunk van Londonban, de lehet védőbástya, csillagerődés, erődítmény is. Akár. Oké, és nekünk ide mutat a hajógyára, de hát ezt nem lehet megcsinálni. Piacterünk lehet, szerintem... tehát azt írja, hogy építsünk bármilyet, de lehet templomunk, meg piacterünk. 12 hónap a templom, 12 hónap a piactér. Helyi adómódosító 40%. Aha. Helyi kereskedelmi hatalom 50%. Mert az adómódosítás... ez ennyivel fogja növelni a havi bevételt ebben a tartományban, 0,23. Két különböző sor létezik gyártás számára egy tartományban. Az egység sor vagy hajóépítés vagy... az egység sor vagy hajóépítést vagy ezretoborzást tesz lehetővé. Az építést is sorba állíthatod. Vallási térítés. Kultúra változtatás. Wow! Mind a két sorban egyszerre egy tevékenység folyhat. Hol van ez a két sor? Hát én nem látok ilyen sorokat. Azt nézem, hogy már... ha ott van. Tehát most jelenleg áll az idő, és van valamilyen sorunk valahol.
Van tutoriál a játékban, de... Hát ez elképesztő mód komplex. Itt vannak a tartományaink. Sussex, Oxford, London, meg Kent. Jó. Hogy a birodalom növekszik, úgy válik egyre nehezebben kezelhetővé. A gyártási felület segít nagyobb mennyiségben építkezni, vagy csapatokat kiképezni. Egy épület kiválasztása a listából frissíti a térkép módot, és olyan információkat nyújt, amikből megtudhatod, hogy hol kapod a legnagyobb hasznot az építéssel. Gyártási felület. Termelési felület, aha. Ki kell választani egy egységet, szárazföldi egység, és 5000-et kell toborozni. 8 lovas egységünk van, és 21 gyalogos. Kezdj meg 5 különböző tartományba gyártást, és ne felejtsd el elindítani az időt, oké? Okay. 5000. Itt van, hogy melyik tartományba mennyibe kerül a kiképzés, és hány nap alatt sikerül majd. Ja, hát itt Londonban 25 nap. Essexben 26. Igen. Ott jön a latin középkori gyalogság. Oda is kérünk egyet. Oda is. És akkor 2 lovas ezred. Kész. Kész, én mondtam, hogy kész. Ezzel befejeződött a harmadik fejezet, a gyártás. A következő fejezetben háborúzni fogunk. Lannister tartomány. Mikor megtámadsz egy országot, mindenképp rendelkezz casus bellivel ellenük. Ha nincs casus bellid, azaz indokod a háborúra, negatív hatásokat szenvedsz majd el. Tehát, hogyha nincs indokunk a háborúra, akkor negatívan fogja éríteni a birodalmunkat. Na, ki kell választani... Igen, Oxfordot? Bár nekünk azt mondja, hogy Lannister. Hát akkor tényleg nem viccelt, ide kell Lannister, itt vannak a Lannisterek. És meg kell őket hódítanunk. Tehát rájuk klikkeltünk. Itt van a diplomácia gomb. Szóval az írektől fogjuk elfoglalni a Lannister tartományt. Ha jól értem. Szövetség felajánlása. Befolyási intézkedések, békekényszerítés, hűbéresség felajánlása, függetlenség garantálása és figyelmeztetés kiküldése. Kapcsolati intézkedések, dinasztikus intézkedés, királyi házasság, trónkövetelés. Rejtett intézkedések, kémehálózat építése, aszta. Szevasz, lovacska. Gazdasági intézkedések. Belépési intézkedés, katonai áthaladás kérése. Te jó ég! Amíg háborúban állsz egy országgal, a csapataidat a földjeikre küldheted. Azáltal hódíthatsz meg ellenséges tartományokat, hogy megszállod a tartományait és követeled azokat békért cserébe. Igen, hogyha indok nélkül üzenünk hadat, akkor bánja a stabilitásunk. Na. Nincs casus belli hatás a stabilitásra, -2. Szövetségesek hívása.
Na, de akkor válasszuk a hódítást, tehát hogy a hadüzenetet. Igen. Meg lehet nézni, hogy hogyan vélekednek az írekről. Firenze, Franciaország. Jó, tehát hadüzenet. Casus belli. Nincs. Hát de nincsen. Azt mondja, válasszuk ki a hódítást, de hát itt nincsen. Értem. Hát nem lehet kiválasztani azt, hogy hódítás. Nekem már több mint 1000 órán van a játékban, de még mindig tanulok új dolgokat. Na jó, kezdjük előről. Mármint, hogy nem a játékot, hanem ezt az egészet. Tehát, idejövök Lannister. Aztán diplomácia. Azt kéri tőlünk, hogy a hadüzenetre nyomjunk. És válasszuk ki a hódítást, mint indokot. De hát itt már nem tudok kiválasztani semmit. Na jó, nem tudom, hogy mi az, amit... nem választottam ki. Tartomány, diplomácia, hadüzenet, és hódítás. De hát olyan nincsen. Lehet, persze, mondjad Ádám, mondjad, hogy mi az, amit nem csinálok jól. Hódítsd meg Írországot. A 100 éves háború. Fedezd fel Amerikát. Ó, ilyen missionjei vannak a bizonyos nemzeteknek. Fedezd fel Indiát. Gyarmatosítsd a Karib térséget. Wow. Igázd le Franciaországot. Szép öregelcs kacok. Rejtett intézkedéseknél először kémhálózatot kell csinálni. Ja, hát akkor valószínűleg nem ezt várja tőlünk a játék. Jó, hát akkor tessék. Igazából nem lehetett kiválasztani azt, hogy hódítás. Ez még csak a játék tutoriálja. Szóval, hogy így csak nem kellene itt elakadnunk, de úgy néz ki, hogy nem lehetett kiválasztani azt, hogy hódítás. Tehát indok nélküli háborút indítottunk most. Fura. Küld a csapataidat a Lannister tartományba, hogy megtámadd a seregeit, meg is kell majd ostromolnod, és megszállni a tartományt, mielőtt tovább mehetnél. Ha az összes csapatot vinni akarod, át kell szállítani őket hajóval, és összevonni egy sereggé. Jó. Most megvan a hadüzenet, nekem meg itt készülnek az egységek. Oda megyünk. Hajrá csapat. 5 sereget irányítunk jelenleg. Nagyon béna vagy ilyen játékokban? Hát én se vagyok valami profi. Ott is van. Márciusba indultunk, augusztusra oda is értünk. Tessék, és már foglalódik a... Ajaj, kicsit lassítunk. Foglalódik a vár. Na? 42%, pereg az ostromlás. Kicsit gyorsítunk az időn.
mindjárt befoglaljuk. Élelemhiány, vízhiány, még mindig élelemhiány. Na most már a miénk lesz lassan. Megadták magukat. Noobs! Ahhoz, hogy sarcot követelje egy békeegyezménybe, bizonyos mennyiségű háborús teljesítményre van szükség. A háborús cél csökkenti az adott tartomány háborús... igen. Béke tárgyalást kell kiválasztani. Elfoglaltuk. Béke tárgyalás. És... Arról van itt szó, hogy odaadják ezt a tartományt. Háborús költség. Oké. Aláírjuk a békeszerződést. Nekem tetszik, hogyha odaadják ezt a tartományt. Az egész szövetségünk nevébe tárgyalunk, és ők az egész szövetségünk nevébe tárgyalnak. A teljes anektálásukat követeljük. Anglia kap 1,5 tekintélyt, a Lannister pedig veszít ugyanennyit. És ez 18 madárkába fog kerülni Angliának, azaz a diplomáciai ereje csökken egy kicsit. Vissza lehet nézni a Coca-Cola-s streamet? Ma délután lehet majd. Az Archivum csatornán YouTube-on. A viáda. Papság Land Ownership. Polgárok Land Ownership és nemesség. Valószínűleg itt nincs nemesség. Papság van, meg a polgárok. Jó. Javasolt követelmény. Kölcsön. Jó, amúgy menjen. A háború végzetével a két nemzetnek fegyverszünete lesz egymással. Ha csak nem anektálod őket, mert akkor többé már nem léteznek. Ha a fegyverszünet figyelmeztető, igen, akkor melyik országokkal van fegyverszünet és mikor jár le? Tehát azt mondja, hogy van fegyverszünet figyelmeztető. Ez? Túl kevés a rivális. Legalább három riválisra van szükséged, hogy az erődemonstrációd és az eredményed ne szenvedjen kárt. Jó, értem. Tehát azt mondja nekünk, hogy van valahol fegyverszünet figyelmeztető. Aha. Aha. Ja. Én elhiszem neked, csak... tehát, hogy így... Hol? Hol van ilyen? Ja. Hát ez jó. Szevasz, mókás. Szevasztok, srácok. Jó, hát most így mit csinálják ezzel, értitek, srácok? Fegyverszünet figyelmeztető. Lehet, hogy ez csak így mondja, hogy amúgy van valahol fegyverszünet figyelmeztető. Itt ez? Diplomácia? Erre esetleg? Nem megy. Lehet egyáltalán valamit nyomni? Térkép nézet, politika nézet. Fegyverszünet. Na, és akkor most mit látunk? A tulajdonos és a kiválasztott ország közötti fegyverszünetek alapján színezi a tartományokat. A sötét piros és a sárga között változik. Ha az ország szürge, nincs fegyverszünet. A zöld csíkozás azt jelzi, hogy kiválasztott országnak van. Igen, tehát, hogy van indoka. Uh-huh. Aha, és az mit jelent, hogy lila?
Ez nem sötét piros, amit itt látunk. Sötét piros és sárga között változik. A sötét piros és a sárga között szerintem nincs lila. Na, ez most nem tudom mi. Ez valami más nézet volt? Oké. Lehet bíbor? Lehet egyébként. Nem tudom, mert most itt meg zöldet mutat, tehát ez meg azt jelenti, hogy volt indokunk a hódításra. Jó, hát tudjuk be annak, hogy a tutoriálban kicsit furán jelzi a játék a dolgokat. Tudjuk be annak. Jó. Befejeződött az alapvető oktatás. Haladó játékmechanikákat lehet majd indítani a spanyol birodalomnál. Hogyne. Ez volt az első tutoriál. Nem tudom most, mi történik. Megint megnyitotta a böngészőmet. Kilép, tehát, hogy... Miért? Miért kell mindig böngészőt nyitni ennek az epikes játéknak? Gyakorlatilag kikresselt a játék, ahogy befejeztük a tutoriált. Mint hogyha nem sikerült volna jól epikre átrakni ezt a játékot. Steamen tök jó értékelésekkel rendelkezik, de hogy így itt meg befejeztük a tutoriát, és már baj van. Na jól van. Legalább akkor újraindult a játék, és 120 Hz-en játszhatok? Nem. Úgy néz ki, hogy nem. Semmi gond. Van haladó oktatás, és van spanyol birodalom. Azt mondta, hogy érdemes a spanyol birodalmat elindítani. Értem. Térképmódok, kereskedelem, kezelőfelület. Az oktató ezen része a felületet mutatja be, és elmagyarázza, hogy mi mit csinál, végigvezet még a térképmódokon és a kereskedelem működésén. Jó, hát amúgy ezt csináljuk meg. Hát, ha még több mindent tudunk meg. Na. Ez a fejezet vezet a kezelő fel. Igen, elmagyarázza, hogy mi mire való. A dukát az egyik elsődleges erőforrás, ami több dolog kifizetésére használatos, például az egységek kiképzése vagy az épületek építése. Ott van. Szuper, tehát ott a pénzünk. Aztán itt vannak a tartalékosok, hát én ezt már felfedeztem korábban. Belőlük csinálunk katonákat. Havonta 162 tartalékost hozunk létre. Ott van Magyarország. Még mindig. Szerbia is ott van, meg Bosznia, meg Hercegovina, meg a horvátok. Jó, igen. A tartalékosok max létszáma 10 évnyi tartalékos mennyiséget jelképez. Tehát, hogy 10 évnyi tartalékosunk lehet. A veszteségeket szerzett seregek utánpótlása is a tartalékosok számát csökkenti. Ott vannak a bácsosok is, így van. Szegény kunok. Kiskunak nincsenek, csak bács van, meg szerém. Jó. Tartalékosok, igen. Tengerészek, van itt meg ilyen is, hogy tengerész. Na, van ilyen stabilitásunk is. Ha ez van, tehát ez csökken akkor, hogyha indok nélkül háborúzgatunk. A stabilitás azt jelképezi, hogy az országod mennyire stabil. A stabilitás hatással van a nyugtalanságra, adóbevételre, globális kereskedelmi hatalomra és másra is. Igen,
A stabilitás növelhető a stabilitás és terjeszkedés fül alatt. Közigazgatási erőbe kerül. Veszíthetünk stabilitást fegyverszünet megszegése és államvallás váltása, valamint véletlenszerű események által. Vagy hogyha meghal az uralkodó harc közben. Jó, és hol lehet ez a stabilitás terjeszkedés fül? Hol lehetnek ezek a fülek? Stabilitás és terjeszkedés fül. Érzem, F1-et kell nyomni. Nem megy. Azt írja, hogy gyors gomb F1, de rányomok és nem megy. Ó, megvan. Nulla a gyors gombja. Na nézzük. Megnyomjuk a nullát. Ez a csetet hozzá. Akkor ő. Nem megy. Egyik sem megy. Sőt, egyik gyors gomb sem megy. De én azt mondom nektek, srácok, hogy ezt be kell tudni. Annak, hogy a tutoriál most éppen magyaráz, tehát ilyenkor nem tudunk ilyeneket csinálni. Itt van stabilitás és terjeszkedés nézet. Emlékszem, reggelig toltuk a multit, micsoda nosztalgia. A szomszéd néni már főzte reggel a kis teáját, amikor akkor fejeztük be. Wow. Katasztrófák, túlterjeszkedés. Függetlenség Kréta számára. A szeparatisták függetlenséget követelnek Kréta számára, úgy érzik, hogy az uralkodójuknak görög kultúrájúnak kell lennie. Vesztünk 10 tekintélyt, de Kréta független lesz. Lehetséges lázadók. Wow. Jó. Jó. Értem. Korrupció. Csökken a korrupció szerencsére nálunk. Nem a legfrissebb a magyarítás, úgyhogy amiatt ne lepődjetek meg, hogyha nincs minden lefordítva. Magas stabilitással csökkenthető a korrupció. Kiegyensúlyozatlan kutatás, túlterjeszkedés, vallási egységek hiánya a következtében. A sok külterületünk van, mint a maximális körzetünk. Vagy úgy lehet csökkenteni a korrupciót, hogy megelőzzük a kort a közigazgatási vagy diplomáciai technológiába. Kémvédelem, kémhálózat építés. Durva. Tekintély. Van itt tekintélyünk, ez jelenleg 8,86, és évente csökken. Tekintély sok mindenre hatással van, de elsősorban arra, hogy más nemzetek milyen valószínűséggel fogadják el az ajánlatainkat, és hogy a királyi házasságaink mekkora eséllyel eredményeznek Personáluniót. A jelenlegi tekintélyünk hatásai, tehát a jelenlegi tekintélyünk hatással van a globális kereskedelemre, a hadseregünk morájára, a flotta morájára, a nemzeti kémelhárításra, a kapcsolatok javítására, agresszív terjeszkedés hatására, és az intézmény felvétel költségére. Csaták, háborúk megnyerésével lehet tekintélyt szerezni, vagy véletlen eseményekkel. Morált ad, de törvényességet és jobb kapcsolatokat. Aha. Hogyan lehet magyarítani a játékot? Általában úgy lehet magyarítani a játékot, hogy beírod a játék nevét, aztán ütsz egy szóközt, és azt, hogy magyarítás. És mindezt a Google-ba. Én így magyarítottam. Bizony.
Törvényesség és köztársasági hagyomány. És rögtön magyarra válik. Nem rögtön, mert még le is kell tölteni, meg be is kell illeszteni a fájai közé a játéknak. Jobb esetben van egy telepítő, rosszabb esetben nincs, és neked kell kézzel csinálni ezeket a dolgokat. De utána már magyar lesz. Az fix. Csak a köztársaságokat érinti a köztársasági hagyomány, ami elsődlegesen a nemzeti nyugtalanságot csökkenti. Hagyományt úgy lehet veszíteni, hogy ugyanazt a vezetőt több időszak alatt is megtartod, illetve évente lassan növekszik. Az alacsony köztársasági hagyomány megnövelt stabilitás költséghez vezet. Tehát, azt szeretnék az emberek, akkor lennének nagyon boldogok, mármint, hogy akkor tudjuk megtartani azt, hogy köztársaságok legyünk, hogyha váltogatjuk a... szóval, hogy úgy lehet megtartani a köztársaságot, hogyha váltogatjuk a vezetőt. Még rosszabb esetben nem tovább itt a Cloudflare a magyarítások oldalára. Igen, lehalt az oldalok? Hát ez bárkivel előfordulhat sajnos. Reméljük, hogy megoldódik. Hip-hop. Van itt egy olyanunk is, hogy erőfitoktatás. Erődemonstráció. Nincs elég rivális. Diadalmaskodj a riválisait felett ahhoz, hogy erődemonstrációt szerez. Lép háborúba ellenük, vedd el a tartományaikat, vagy tedd hűbéressé őket, sértegesd, vagy alázd meg őket. Ilyet vár el egy játék tőled, mondhatnánk, hogy 2021-ben, de nem, 2013 óta, hogy sértegesd, vagy alázd meg az ellenfeleidet. Már értem, hogy miért van sok toxikus játékos az online community-ben. Támogass lázadókat a területökön, és embargózz a kereskedőiket. Ez tetszik? Ez tetszik. Az erődemonstráció egy olyan érték, ami azt tükrözi, hogy mennyire jó a nemzeted az izmai megfeszítésében, riválisok kijelölésével és az ellenük történő erőszakos tevékenységekkel az erődemonstráció nőhet. Az erődemonstráció bónuszokat adhat az országodnak. Kalózkodás, győztes háborúk, embargók és lázadók támogatása. Na, mi van itt? Ezek a követek. Kereskedő. Aha. Pascal Gritti, Pierto Ermelli, és ki a harmadik? Sebastiano Trevisano. Nincsen gyarmatosítónk. Úgyhogy ahhoz, hogy lehessen gyarmatosítónk, gyarmatosító eszéket kell feloldani. Hello, lehet veled multizni? Lehet, néha lehet velem multizni, igen, Name Killer. Most éppen nem, de... szokott lenni rá alkalom. Van három diplomatánk is. Zeno, Bardolino és Kirini. És egy hittérítőnk is van. Na, a követeket különböző feladatokra használt
karakterek, a kereskedők a kereskedelemből való bevétel begyűjtésére, vagy kereskedelem terelésére. A gyarmatosítók új gyarmatokat hoznak létre, a diplomaták különféle diplomáciai intézkedésekre, a térítők pedig egy tartomány vallásának áttérítésére használatosak. A követek visszatérnek, miután befejezték a feladataikat. Oké. Uralkodói pontok. Velence. Velence uralkodója vagyok most éppen. Közigazgatási erő. Rendelkezel három erőforrással, melyeket együttesen uralkodói pontoknak nevezünk. Ezek a közigazgatási erő, diplomáciai erő és katonai erő. Minden hónapban gyarapodnak az uralkodói pontok, amiknek a mennyisége az uralkodód és a tanácsadóid képességeitől függ. Aha. Nincsen parancsnokunk. És limitált, hogy mennyi ilyen erőt szedünk össze. Például a diplomácia és a közigazgatási erőből 999 a max. Szia, Vexor! Igen, tegnap is volt egy random multizás. Na, figyelmeztetések! Igen, informál minket, hogy milyen ügyben lenne érdemes csinálni valamit. Ha oda kattintunk, akkor eljutunk oda, ahol tehetünk valamit annak érdekében. Igen, jobb gombbal meg eltűnik csak a figyelmeztetés. Aha. Túl kevés a rivális. Aha, itt ki lehet választani, hogy ki legyen a rivális. Kattints rivális változtatásáért. Ha és itt van Dánia, Litvánia és Magyarország riválisaként tekint rám, mint a velencei uralkodóra. Magyarországnak nincs flottája, pedig mehetne a balatoni flotta. Ja, hát hárman riválisok, de hát az nem elég, ott van. Ellenség. Ó, ja, hogy ők az ellenségeink. Na várjunk csak. Az ellenségek olyan országok, melyek erre az országra riválisként tekintenek. A riválisok olyan országok, melyekkel várhatóan összetűzésbe fogsz keveredni a jövőbe. Oké. Oké. Jó, tehát itt vannak a figyelmeztetések. Tartományi nyugtalanság, szabad tanácsadói helyünk van, lejáró fegyverszünetünk van, na és itt van a lejáró fegyverszünet, ez az, amit kerestem az előző tutoriában. Itt lesz egy ilyen, és akkor ott fogjuk látni, hogy mikor jár le a fegyverszünet. Milánóval például december, tehát hogy 2 év múlva, decemberben, az oszmánokkal meg 5 év múlva. Oké. Okay. Megtéríthetsz tartományokat katolikus vallása. Az hol is van az a vallási nézet? Itt mindenki katolikus. Nem is értem. Na várjál! És erre? Ortodox. Katolikus, igen. Államvallás katolikus. Tartományvallás ortodox. Szunita. Uh-huh. Uh-huh. Ide jövünk a törökökhöz. Elmondjuk nekik, hogy Jézus él. Hát igen, amúgy itt mindenki katolikus. Ki gondolta volna. Na és erre? Értem. Ja, hogy ezt így írja is! Katolikus, ortodox, szunita és síta. Ott vannak még koptok. Meg sítások. Meg van itt ibálita is. Én sámánizmust szeretnék.
Huszita. Ott egy huszita. A csehek azok husziták. Nagyon jó ez a domborzati térkép. Na. Igen, ezeket a vörös figyelmeztetés a sürgős, a sárga fontos, a zöld pedig nem sürgős. És a diplomáciai ajánlatok is itt jelennek meg. Jól van. Gyártási felület. A gyártási felületet úgy tervezték, hogy könnyen használható legyen és hatékonyabb legyen vele a gyártás. Tudj még többet az a... Igen, termelési fejezet. Jó. A gyártás. Egyértelmű. Kompániák vannak itt. Hadsereg sablonok. Na. Van itt egy ilyen, hogy német-római birodalom, frakció meg pápaság. A német-római birodalom képernyő megmutatja, hogy melyik nemzet, a német-római császár, kik a választó fejedelmek, és mutatja az összes tagállamot. Cseh, Brandenburg, Mainz, Köln, Palota grófság, Szászország és Trier. Azt nézem, hogyha meghal a császár, akkor Ausztria uralkodója lenne az új császár. És itt vannak a reformjaik. A birodalom átszervezése egy központosítottabb mintára. Birodalmi gyűlés megszilárdítása és törvényhozás leegyszerűsítése. Szevasz, főkolompos. Szia, Dárt Mogyi. Szabad városok, Bréma, Frankfurt, Nürnberg, és vannak hercegek, tagállamok. Köszi szépen a 100-as sírt, főkolompos. Uff. Nem elég jó a kapcsolatom az ausztriai császárral. Csak akkor lehet kérni a belépést a német-római birodalomba. És fel is lehet őket oszlatni. Viszont... meg kell szállni ehhez a jelenlegi császár hazájának a fővárosát. Aztán Csehország választó fejedelmét sem te, sem az egyik alattvalód nem irányítja, szóval, hogy Csehországot is például meg kell szállni hozzá. Értem. Oké. Igen, ebben jó sok olvasnivaló, jó sok tennivaló van. Hát nem egy egyszerű játék, ez egyszer biztos. Az állam vallásod katolikus, akkor hozzáférhetsz a pápasággal kapcsolatos mechanikákhoz. A pápaság nézet információt ad a pápai befolyásolásról, és arról, hogy azt mire költeted. Minden alkalommal, amikor a pápa meghal, újat kell választani az aktív bíborosok közül. Befektetheted a pápai befolyásodat, hogy növeld az esélyed arra, hogy a következő kúria irányítója lehess. A pápai állam. Aha.
A pápai állam ott is ott van. Avignon. A Róma is a pápai államhoz tartozott. Itt meg már Nápoly van. Argónia. Pápai befolyás költés arra, hogy szerez 10 befektetett befolyást, annak érdekében, hogy a következő pápai irányítóvá válj. Reform vágy. Ez azt mutatja, hogy mennyi változást szeretnének az egyházba. Túl magas lesz nagymértékű eretnekséget tapasztalatunk, ami reformációra kényszeríti az egyházat. Ez a szint ugyanannyi az egész katolikus világban, és bármely katolikus király cselekvése növelheti. Velence nemzetének 0,0% esélye van arra, hogy a következő kúria irányítójává váljon. Oké. Okay. Mik ezek a gombok? Egyházi adó kivetése. Uralkodó megáldása. Helyi szent boldoggá avatása. Uzsora megbocsátása. Szent háború kihirdetése, pápai legátus kiküldése és kereskedelmi monopólium szentesítése. Áttekintő. Értem. Szóval az áttekintő segít, hogy gyors tájékozást adjon a hadseregről, flottáról. Aha, aha. Ez jó cucc. Ez jó cucc lesz. Pontszám, hogy mennyire áll jól az ország. És ezt három kategóriába sorolják. Közgazdasági, diplomácia és katonai. Na nézzük meg ezeket a pontokat. Közigazgatási helyezésünk jelenleg a 18., a diplomáciai helyezésünk a 23., és a katonai helyezésünk a 812., szóval valószínűleg Velence nem éppen a katonáiról híres. A térkép módok szerint módosulnak a világ térképen megjelenő információk is. Ja, hát ezt néztük. Bár ez a politikai nézet, ezt annyira nem értem, hogy most itt mi az, amit látunk. Hogy ez most például miért lila? Ez meg miért sárga? Talán azt, hogy melyik országhoz tartoznak a tartományok? Azt tudom elképzelni, hogy ezt takarja a politika nézet. Kereskedelem. Na jó, Anglia mit mutatott? Kortartomány. Aha, kikötő és kortartomány alapján tudunk kereskedni egyes országokkal, tartományokkal. Kereskedelmi hatalmunk is lehet. A teljes hatalom 12%-a a miénk itt. Ragúzába. Teljes kor. Aha, azt nézzétek. Még erre is a miénk. Istira, Zara, Spalató is a miénk.
és itt meg lázadoznak, az albán lázadók vannak a területeinken. Én úgy gondolom. A szemetek. Ravenna is a miénk. Ahogy látom, nem, na menj már, itt is van. Negroponte, ez is a miénk. Itt vagyunk Athén mellett. Bizánc, ó, ez egy durva terület. Itt van Epirus, Bizánc, Athén. Ja, és már az oszmánok is. Ez egy durva terület. És itt Kréta. Kréta is a miénk. Oké. Kréta is a miénk. Lovagrend. A Rodosz a lovagrendhez tartozik. Naxos a hűbéresünk. És ő? Garantáljuk a lovagrend, a rodoszi lovagrend függetlenségét. Úgy érzem, itt egy kör egy adás lesz. Még bele se kezdtünk a játékba. Lehet nem is fogunk. Ilyen tempóba. Aha. Itt valakik lázadoznak. Itt meg, biztosítjuk az albánoknak a függetlenségüket. Viszont ezt nem teljesen értem, hogy ez most egy tartományom, vagy most itt mi van? A feliratot ki lehet-e kapcsolni? Persze, a beállításoknál. Térkép mód olyan eszköz, amely segít abban, hogy információhoz juss. Köszönöm szépen. Ja. Értem. Kereskedelmi zónákat mutat. Birodalmi térkép mód. Ez a tartomány a birodalom része. Na mi? Ez a tartomány a birodalom része, Velence nemzetéhez tartozik, melynek fővárosa Venezia, nem része a birodalomnak. Tehát van olyan tartományunk, ami része a német-római birodalomnak. De az országunknak meg a része. Na jó, itt mit írnak erről? A zöld tartományok birodalmi tartományok, a narancssárgák a választók, és a lila a császár. Talán észrevetted, hogy egy tartományod, Brescia, a birodalomhoz tartozik, míg te, mint Velence, nem. Igen, ezt észrevettem, ez elég fura. Ausztria a császár. Alatt a grófság egy választó. És mit mondott a csíkosra? Nem mondott semmit a csíkosokra? Itt vannak a birodalmi tartományok, igen. Cili. Cili. Van itt ilyen nemzet is, hogy Cili. Vallási térképmód. Ott vannak a húszitánk. De Alt F4-el szoktad kikapcsolni a feliratot, az elég kemény mondjuk.
A diplomáciai térképpont megmutatja, merre találod a kórjaidat, kik a szövetségeseid és hol vannak az ellenségeid. A zöld síkok mutatják azokat a kortartományaidat, amiket nem birtokolsz. Ha rákattintasz egy másik nemzet tartományára, akkor frissül a diplomáciai térképmód az adott nemzet információival. Értem. Sokkal több térképmód van. Ah, hát nem akarok sokkal több térképmódot, haló? Jézus, lázadó típusok. A venetai parasztok lázadhatnak ebben a tartományban fel. Ott meg a szerbiai szeparatisták, ott az albán szeparatisták, a bizánci szeparatisták, a korfuán szeparatisták. Aha. Te jó ég. Helyi autonómia. Gyarmati hatótávolság. Oké. Megint úgy gondolta a játék, hogy megnyitja a böngészőt. Hol lehet a magyar nyelvet beállítani? Magyarítást töltöttem le az internetről. Adatbázisok betöltése. Én akarok menni egy menetet, srácok, hogy megnézzük, hogy milyen élmény elkezdeni ezt a játékot. A tutorial nézegetés gyakorlatilag egy óra, egy kötőjel másfél óra volt. Hát ez nem egy egyszerű játék. Na most mi van? SSD-n van amúgy a játék, skacok. Aha, most lesz a jó, most lesz a jó. Na, egy játékos mód. Magyar szeretnék lenni. Na, itt lehet választani, hogy melyik eseménynél kezdjünk. Oszmánok felemelkedése, a homok birodalmai. Az első nemzetek, Kelet királyságai, Bizánc eleste, egy új világ. 1792 kettes kezdetünk is lehet, a francia forradalom. Mármint, hogy a forradalmi Franciaország, de van itt olyan, hogy a francia forradalom, amerikai függetlenségi háború is. Ó, milyen nagy lett ez az Ausztria? A 7 éves háború. Spanyol örökösödési háború. Én szeretnék itt kezdeni az oszmánok felemelkedésénél. Az oszmánok gyengeségéről szóló pletykák miatt a 4. Jenő pápa keresztes hadjáratot hirdetett ellenük 1443-ban. Mivel a nyugatot a 100 éves háború kötötte le, Magyarország és Lengyelország királya harmadik urászló átvállalta a kereszténység elleni veszedelem végleges kiűzését Európából. Hunyadi János hadvezér a fehér lovag által vezetett sereg kezdetben sikeres volt, de végül teljes vereséget szenvedtek. A leköszönő második Murád szultán visszatért segíteni a fiának, és győzelemre vezette az oszmán sereget a Várnai csatában, ahol Ulászló király meghalt. Végül békét kötöttek, de most már nyitva áll a kapu a további oszmán terjeszkedéshez Kelet-Európában. Mehet! Magyar eszmék! Egy reneszánsz herceg. A kereszténység védőbástyája. A fekete sereg. Pénzverési reform. A parasztság szabad jogainak csökkentése. Városok erősítése. A rendi közgyűlés létrehozása. Na nézzük, fegyverszünetünk van az oszmánokkal egészen 5 évig. És Brandenburggal is
5 évig. Á, nincs benne magyar nyelv. Ez unofficial fordítás. A következő alávetett társak alattvalói vannak. Horvátország? A folytatódó unió feltételei, a Horvátország véleménye Magyarország nemzetéről pozitív. Magyarország esélye Horvátország megöröklésére 0%, csak akkor lehet megörökölni Horvátországot, hogyha az unió 50 évig stabil. Feltételes katonai átadaladást biztosít Horvátország. Aha. Mert a Horvátország elfoglalása projekt. Aha. A horvátok elég sok mindent megengednek nekünk ebbe az időben. Nehogy bekebelezzük őket. Kormányzati rangunk királyság. Három kormányzati rang van, hercegség, királyság és birodalom. A magasabb rangú kormányzatoknak erősebb bónuszaik vannak, és csökkentik az évek számát, amennyit várnod kell a nemzeti fókuszod váltásához. Oké. Okay. Katolikus és technológiai csoport keleti. Jó. Független nemzet. Magyarország független nemzet, királyság. Szép nagy Magyarország. Mehet. Lehet választani is? Persze. Persze. Kilva szultanátus szeretnék. Ez hol van? Itt van. Itt van. Itt van, srácok. Kilva. Amúgy ezek szerint tényleg nem vicc az, hogy legalább 250 nemzet van a játékba. Brunswick, Goixtalahuata, Otepet szövetség, értem. Württemberg, Velence, ez már volt. Volt már észak-amerikai technológiai csoport. Ja, igen, hát itt van Amerika. Szaszkvéhannok. Független törzs. Tehát akkor lehetne rókák, na, nekem ők tetszenek. Tehát lehetne a rókákkal nyomulni és meghódítani Európát. Hú, az amúgy elég jó. Ez elég menő. Na jó, kezdjünk magyarokkal. Nogáj. Ojrátok, Mongólia. Assam, Bengál, Juanpur. Mármint, hogy Amerikában 1444-ben ezek egymás létezéséről se tudtak? Fekete, itt vannak a fekete lábúak, ez egy kicsit rasszista szerintem. Ezt hogy kell nézni? Szalisföld. Csinókföld. Itt van... Hajda. Jó, elkezdjük a Magyarországgal. Vasembermód. Csak vasembermódba lehet szerezni achievementeket. Ja, hogy az amerikai és az európai. Ja. A vasembermód olyan játékosoknak való, akik nagyobb kívánc szeretnének, ahol nem lehet egyszerűen újra tölteni, ha valami rosszul alakul. Játékonként egyetlen egy mentés lehet a vasembermódba.
nincsen állítható és rendszeres autómentést, és nem lehet csalást használni, és nem lehet országot váltani. Ja, mert normálban azt mondom, hogy Magyarország elbukott, akkor gyorsan a horvátokra átváltunk. Értem. Jó. Mehet. Inicializáld nekem a játékot. The Királyság of Magyarország. Vallás, kormányzat, környezet. Jó, le van, jelenleg pauzolva a játék. Ugye? Így van, megállítva, odaírva. Szóval november 11-e. Európa a hatalmas, de erősen megosztott német-római birodalom otthona is. Igen, tök menő, hogy leírja, hogy mire számíthat ez az ország. Ez tök jó, hogy így felvezeti, hogy mi, hol, merre, hány méter. Tehát, hogyha bármelyik országgal elkezded a játékot, akkor nagyjából tudod, hogy mi van veled, és mi van a környezeteddel. Na. Felfedezések kora. Hát... Én ide jövök. Azt mondom, hogy lobogókat akarunk. De jó ég. De jó ég. Valamiért az angliaiak azok gyorsabban tudtak lovasságot előállítani. Pest! Tessék. Elfogyott a pénzünk. Békeidő van jelenleg. Hopp, az micsoda? Ajaj, hát itt nagyon történnek a dolgok. Vallási egység érvényesítése az oszmánok területén. Itt közben katonai szövetségek. Ajaj, az nem tetszik nekem. Lengyelország, Brandenburg. Aha. Jó, mehet. Csináljuk az embereket. Horvátország, valami barátkozás. Javítsuk a kapcsolatot. Szeretnéd elküldeni a diplomatánkat? Persze, persze. Míg ott van, minden hónapban javítja a kapcsolatunkat, a semleges kapcsolatot könnyebb változtatni. Hogy ne? Menjél csak, menjél csak. Megy, már megy. Mikor indul? Úristen, 8 pénz. Erőd, fenntartás, hadsereg fenntartás. Magyarország első sereg. Ha, 2 seregünk van, vagy van az több is? Ha így kijelöljük, mennyi van? 2. Hogy állunk a pontokkal? Katonai helyezés, 2. Helyes, helyes. Kit kell elfoglalni? Szerbiát. Meg akarjuk őket hódítani. Bár ez az opole... Mi? Szerbia bejelentette, hogy Magyarország az új riválisa. Na jól van. Hol vagytok? Ott van. Szerbek. Kekeckedek, már is kekeckednek. Hát akkor oda visszük a haderőt Nándorfehérvárhoz. Artois most már egy új bíboros székhelye.
Értem. Köszönöm szépen az infót. Én szeretném bejelenteni, hogy... mit akarunk? Diplomácia. Ha ott van Magyarország, a riválisunk. Ellenség szövetségesei. Nem nyilváníthatsz társhadviselőnek egy olyan országot, amelyel a fegyverszüneted van. Bosznia Cili nemzetével szövetséges. Ez a társhadviselő, ezt hogy kell érteni vajon? Mert nem lehet egyébként kiválasztani, hogy hódítani akarok. Sértegetés. Lehet őket sértegetni? Hát akkor. Itt valami háború van közben. A társhadviselő akkor kisebb diplomáciai büntetést kapsz, ha elfoglalsz tőlük területet. Na, elküldjük oda, Szerbiába. Sértegetni. Nem, nem sértegetünk. 50 értéke lerontja a kapcsolatunkat. Nem baj, azért elküldjük az embereket sértegetni. Hogy állunk a horvátokkal? Meg lehet már őket hódítani? Be lehet őket kebelezni? Tudunk esetleg. Tudunk, hogy ne tudnánk. Mehet oda a Bács megyébe. A gyalogság. Meg tudunk kiküldeni még egy diplomatát. Ott ilyen, aha. Anglia elkezdett Franciaország ellen háborúzni. Figyelj már, Ausztria. Nem akarsz... spanolni. Jó? És akkor oda meg elmentünk sértegetni? Szerintem nem mentünk el. Ja, de elküldtük, jól van. És Horvátország? Ja, jó. Megy. Jól telt Mókás, bár kicsit kaotikus. Kaotikus volt a hetem, talán a jövő hét majd egy kicsit jobb lesz. Merjük amúgy mi van? Ha? Na, 1445 évi országgyűlés. A szétesés szélén álló országban a katasztrofális várnai csata után Ulászló király halála az oszmánok elleni vereség miatt Hunyadi János Vajda országgyűlést hívott össze, hogy megpróbálja újraegyesíteni az országot. A széttagoltság majdnem kezelhetetlen volt, és közel volt a fejetlenség. Hunyadi János, te leszel a kormányzó. Mehet amúgy. 95-ös trónjoggal lesz uralkodó 30 éves korában. Ausztria-Magyarország nemzetéről alkotott véleménye 40 értékkel fog csökkenni.
Ha a jelenlegi tanácsot tartom meg, akkor Ladislaus Postumus von Habsburg lesz az örökös. Egy új király! János Hunyadi. János jó vezetői képességei és magas szintű taktikai tudása segít majd nekünk abban, hogy győzelmet arassunk az rendben felett. Aha. Akik szembe mernek szállni velünk. Az utódlás biztonságban van. Jó. Na, azt szeretném, hogy a katonák oda menjenek. Nándorfehérvárhoz. És akkor mehet a csihi-puhi. Mi? Lengyelország területéről értesítenek minket a következő eseményről. Hogy... igen... Mi? Szükségünk van egy Jagellóra. Lehetőséget választották. Nem tudom, most mire kéne nyomni. Ez most így micsoda? De csak értesítettek, gondolom én. Valaki meg itt uniót alkot. Litvánia alatt való társ lett a personál unióban Lengyelország uralma alatt. Gyertek katonákok. Nagyon jó, mennek. Február 16. Jó, ott vannak a katonákok. Még megvárjuk a gyalogságot. Hadüzenet. Primi Teodoro. Aha. Krím elkezdett hódítgatni. Az oszmánok meg a mamelukokkal csinálnak valamit közben. Na, meg lesz itt a gyalogság, akkor lerohanjuk Szerbiát. Jajaj, mi történik? Az olasz királyság és a császárság. Már évek óta csökken a birodalmi felhatóság az itáliai királyság felett, az egymást követő császároknak nem sikerült az itáliai államokra kényszeríteni az akaratukat, így a birodalmi szokásokat és a törvényeket nem tisztelve kezdtek viselkedni. Ha csak Észak-Itália akaratos nemzeteit nem zabolázzák meg hamar, Itália örökre kicsúszhat a birodalom irányításába. Akkor mehet a észak-itáliaiak támogatása. Szia, hello! Ezért... Segély! Egy kis segély! Velence! Na! Megvan, srácok! Új uralkodó. Na! Mehet a hadüzenet. Sértegetés. Éppen sértegetés van, tehát nem tudunk támadni. Még 10 évig! Jó. Miért nem tudunk támadni, srácok? Mit kell csinálni, hogy megtámadjuk őket? Ja. Följebb kell görgetni. Akkor jó, nincs gond, akkor megtámadhatjuk a szerbeket. Tessék, Horvátország automatikusan jönni fog a harcba velünk. 2000 gyalogossal. Nekünk 14000 gyalogosunk van, és 6000 lovasunk. Kéne olyan tüzérség is. Igazán sötét hírek.
Néhány babonás ostoba ember azt is felvetette, hogy az országunk kezdi elveszíteni az isteni hegyet. Támadás. Jó, mehet. Ott jönnek a horvátok? Foglaljuk a várat. Ja, ott mit csinál Balatonnál? Megsomogy... Na-na. Elkezdték Somogy megyét foglalni. Okosan. Miénk lett Kolubara tartomány. Köszönöm szépen a jelentést. Ezzel nincs vége. Megyünk tovább. Megyünk tovább. Kifingatjuk a szerbeket. Ti mit csináltok itt Pestnél? Jó, horvátok közben egyébként foglalják Boszniát. Mit csinálnak itt a szerbek? Meg a boszniaiak. Nézzétek meg, Trencsént ostromolják. Hát nem állunk jól. De visszavonultak. A csata Trencsén tartományba véget ért. Győztem. Ellátmány hiány. Jó, megyünk lejjebb közben. Mit csinálnak itt fent a horvátok? Tessék, Bosznia is a miénk lett. Magyarország elfoglalta. Hú, nagyon menők vagytok. A szerbek már megint itt huncutkodnak. Kölcsönt vettünk fel. Ajjaj. 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 A hadsereg fenntartása nagyon drága. Katonai helyezésünk meg a negyedik. Szerencsére a horvátok segítenek a Szerbia ostromlásába. Bosznia betámadta Horvátországot? Ajaj. Megy a help, megy a help. Az nem lesz jó. Szegény Zágráb.
Hát amúgy, ha már vettünk fel kölcsönt, akkor csináljunk már még katonákat. Bács megyébe. Jó, ennyi elég lesz. Nincs is több tartalékosunk, hogy ezredeket csináljunk. Mi? Mi történt? Zemplén tartományt maguknak igényelték. Biztos. A Zemplén az enyém. Ott megy közben a csatározás, elverik a seregeimet. Igen, Zágrában vesztettünk sajnos. Hát csak meg tudja védeni magát a horvát sereg. Ja, hogy az ott a főváros. Az egységeid vereségeket szenvedtek. Új bíboros székhelye. Lassan a miénk lesz ez a terület. Az egy elég erős boszniai sereg, de csak azért erős, mert Szerbia, Bizánc, meg Atén is ott van. Oké. A jelenlegi szállítmányok gyapjúi páratlan minőségek, így extra pénzt jelentenek országunknak. Közben elverték az egyik csapatom. Nem jó, horvátok, mit csináltok? Horvátok megsínlik. Igen, tudom. Pestet akarják elfoglalni. Hajrá, tím. Nem hagyom magam. Azt is buktuk. Háromszázegy napig tartott az ostrom a Szendrő tartományba, végre megadták magukat. Jó, akkor most kéne békét kötni. Na, béke tárgyalás. Na, mit szeretnének? Koszovó? Ha? Azt a kettőt szeretném magamnak. Tizárom százalékkal túlterjeszkedünk. Szerbia feladja a két tartományát. Jó. Visszautasították, hát amúgy meg is értem, mert nem állunk éppen a legjobban. Aha, látom, a horvátok megpróbálják a főváros befoglalni. Megyünk segíteni nekik. Vagy menni kéne inkább haza? Éheztetik Pestet.
Gyorsan. Elesett fest. Nem jó. Elesett fest. És azzal együtt, hogy elesett fest, még a kilesem is lemerült. Most foglaljuk vissza, vagy most mi történik? Szerbia elfoglalta, azt mondja. Igen, és a tartalékosaink is kifeküdtek. Visszaszerezték a Kolubara tartományt. Somogy megyét megszállták, ajaj. Bács megyét is megszállták, ajaj. Ajaj. Még Pestet se sikerült visszafoglalni. Ajaj. Ujjjj, Sopront is megszállták. Ott mi történik? Bosznia elfoglalta Horvátországot. Ajaj. Húha, lehet ebbe a háborúba. Csökkentették a kémhálózatunk méretét, a lengyel kémhálózat méretét. Na, sikerült 280 nap alatt visszafoglalni Pestet. Húha. Vissza tudjuk foglalni Fejért? Hát ez nem néz ki jól, srácok. Az nem jó. Nem foglalhatják vissza Pestet. Ajaj, Szerémet is foglalják. Nem tudok katonákat képezni. Valahogy békét kéne felajánlani, de az a helyzet, akkor fel kéne adni egy csomó megyét. Azt nem lehet. Nem, úristen. Miért menekültek el az embereim? Mert a támadás. Hát elfoglalják Pestet, team. Ott valami darálás volt. A diplomatáink már nem próbálnak kapcsolatot javítani Ausztria nemzetével. Fenntartjuk. Nem lehetne azt mondani, hogy... A lengyelek is ránk támadtak. Ajaj. Hát ez nem jó. Boldogtalanság a parasztok között. Az adók, földesúri kegyetlenségek, jobbágyság és vámpolitikák miatt összeesküvések és tiltakozások elég gyakoriak lettek. Ha nem sikerül hamar megoldanunk a problémát, annak szörnyű következményei lehetnek a nemzetünk stabilitására. Veszítsünk egy stabilitást. Aha. Bosznia elfoglalta a Nándorfehérvárt. És az a helyzet, hogy Bizánc meg Pestet. Ajaj. Ott van. Krímtől kaptunk 10 csengőpengőt. Na, mi történik? Brandenburgtól is kaptunk csengőpengőt. Oda néz. Szepest megszállt a Lengyelország. Az a helyzet, nincsenek már katonáink. Ott van. Ott van. De miért van ott? Nézd meg. Nézd meg. Csak kapom az adományokat. Kétes alakok látogatása.
néhány kétesnek tűnő alak jelent meg az udvarunkban, föl akarják ajánlani a szolgálataikat, mint a régens, azt állítják, hogy képesek olyan dolgokat megtenni, amelyet más valódi uralkodók nem méltóztatik megtenni nyilvánosan. Mehetsz. Mehetnek. Torontát is megszállt a Bizánc. Csatát vesztettünk. 85 csengőpengőt kaptunk a csehektől. Szerbia a békést is megszállta. Az helyzet. Jó indulatúak, és adják nekünk a támogatást. De közben Bosznia még Szolnokot is elfoglalta. Szegény horvátok velünk voltak, velünk együtt válvetve harcoltak, azt jól elfoglalták őket. Hontot is megszállt a Szerbia, Lengyelország pedig Pozsonyt. És úgy néz ki, hogy Zemplén most már a lengyeleké. Nincs semmi katonánk. Szabolcs megyét is elfoglalták. Mára Marost is elfoglalták, Bihart is elfoglalták. Király úrunk, magyar nemesi felkelők felkeltek Pozsony tartományba. Ez nem jó, srácok. Autómentés. Egy nagyon sok jelentés ott. Hunyad megszállva, átvették a magyar nemesi felkelők az uralmat Pozsonyba. Oda nézzetek. A magyar felkelők. Megszülettek tőlünk függetlenül a magyar felkelők. Wow! Démonáta. Demonáta. Köszi szépen az 5000-es csírt. Wow! Nagyon-nagyon szépen köszön a támogatásodat. Köszi. Szóval tőlünk függetlenül megszületett a magyar nemesi felkelő csapat 13000 emberrel. Egy nemzetet teremtettünk. Despota urunk erdélyi szeparatistái felkeltek Hunyad tartományba. Az erdélyi szeparatisták! Jesus, mik vannak? Szerb szeparatisták a Nándorfehérvári tartományba. Tordát megszállták a szerbek. Temest 453 nap alatt elfoglalták. A magyar nemesi felkelők átvették az uralmat Trencsén felett. Oda nézzetek! Oda nézzetek! Marost is megszállták. Gyakorlatilag Magyarországnak már csak királyföld van. De azt is éheztetik. És kaptunk Novogrodtól 40 csengőpengőt. Az oszmánok Trapezuntot hódítják. Az a helyzet, hogy vége az oszmán fegyverszünetnek, meg a Brandenburginak, az az 5 év eltelt, és 5 év alatt elbukott a magyar birodalom. Egy szent csodát hajt végre. Néhányan az embereink közül annyira odaadóan vallásosak voltak, hogy elkezdtek a szegényeken segíteni és betegeket gyógyítani. Gyakran szenteknek tartották őket a tetteik miatt, és néha még hittek is abból, hogy csodákat hajtottak végre.
Valóban meg vagyunk áldva. Ott van, plusz egy a stabilitáshoz. Az ostrom királyföld tartományba véget ért. Lengyelországé lett a terület. És akkor most nekünk mink van? Kapom még itt az ajándékokat, de mi az, ami nekünk van? Remény. Értem. Ezek a magyar nemesek nagyon nyomják. Lázadók keltek fel már a Marosba. Velence bejelentette, hogy Magyarország az új riválisa. Húha. Értem. Van még Magyarország? Hol? Na várjál. A felkelőink azok... Azok... Amúgy... Azok amúgy velünk vannak. Vettünk fel még kölcsönt. Visszafizetjük. Nem engedte. Ez durva egyébként. A szeparatistáink, az embereink, azok velünk vannak. Jó, hát ezt így már ne is... Nem így kell játszani ezt a játékot. Ha valamit most megtanulhatunk, az az, hogy nem úgy kell játszani, hogy rögtön háborúzunk, csatározunk. Főleg nem úgy, hogy katonákat csinálunk ezerrel. Hoppá, Szerbia békeajánlatot tett. Magyarország felajánl mindent, és akkor béke lesz. Esek? Igen? Na, nézzük, hogy ez hogy néz ki egyébként. Oda néz. Oda néz, mennyi mindent megtarthattam. Úgyhogy egyébként minden az övék volt. Hát ez egy elég komoly játék. Srácok. Ez már a tutoriából is kiderült. Elég durva. Srácok, szerintem nagyon jól bemutatja nekünk a játék az elején, hogy amikor nemzetet választunk, hogy mi az, amivel számolhatunk, milyen uralkodói forma van éppen ott az adott területen, és többféle ármánykodást is végbe vihetünk. Kémkedhetünk, támogathatunk szeparatistákat. Tetszetős egyébként, hogy mennyi lehetőség van. Mennyi lehetőségünk van országként, hogy hűbéresei lehetünk bizonyos nemzeteknek. De hát ez elég komplex. De biztos vagyok benne, hogy vannak azért rajongói ennek a stílusnak köztetek. Úgyhogy ez az a játék, amit most az Epic ad. A tutoriál egy kicsit fura. Vagy hogy is mondjam nektek? Én nem vagyok hozzászokva ehhez a stílushoz, ezekhez a játékokhoz. És egy kicsit bonyolult volt, értetetlen volt számomra a tutoriál. De hát nem egy mai játékról beszélünk. Úgyhogy azt leszámítva, hogy a tutoriál annyira nem volt jó, szerintem a játék maga igenis frankó, és tényleg ez is az a fajta játék, ami jó kis időtemető. A stratégiai mi voltából kifolyólag. A magyarítást, srácok, úgy töltöttem le, hogy beírtam a Google-ba a játéknak a nevét, mögé raktam a magyarítás, és bam, első találat. De hogyha az első találat nem nyer, van második, harmadik, és
nekem olyan telepítési instrukciók voltak, hogy be kellett másolnom a Documentum Paradox Európa Universalis mods mappájába a magyarítás modot, mert hogy ez egy modja a játéknak. És megy az epikes verzióval is, én most azzal játszom. Mivel a fordítás tavalyi, ezért amióta, tehát az azóta jött újítások a játékba, azok nem lesznek magyarok természetesen. Úgyhogy látjátok, van hozzá magyarítás. És működik. Életre lehet lehelni. Vagy életet lehet belelehelni.